GM, és úgy mindenkit, itt egy újabb Affilion Web 3 videóban. Ebben a videóban ki fogjuk beszélni az EtherFi harmadik szezonját, hiszen jön az airdrop, jön az eigenlayer airdrop és az EtherFi-on keresztül. Mutatni fogok nektek egy új stablecoin farmolási lehetőséget, ahol lekötött mennyiség után akár 20% kamatot is kaptok, és ez egy airdrop is lesz potenciálisan, és még egyéb hasonló dolgokról ebben a videóban, szóval ha nem szeretnétek lemaradni, kimaradni semmiből, akkor maradjatok most mindenképpen velem. A videó nem tekinthető befektetési tanácsadásnak, blablabla, bla, bla de ezt már úgyis tudjátok. Ja, és iratkozzatok fel! Kezdjük is az Ether fájal, hiszen megvolt a snapshot a harmadik seasonről, és amennyi pontot tudtatok összegyűjteni, ebben az esetben ebben az ökantommal 40 millió pontot ebben a harmadik seasonben, de hogy ezért pontosan mennyi Eater token fogunk kapni, azt hamarosan meg fogjuk tudni, elvileg jövő hétre tervezik a checkert, az airdrop pedig hamarosan érkezni fog, egész pontosan szeptember 23-án, a Checker pedig elvileg 17-ére tervezik, de most egyszerre szeretnék megcsinálni, hogy mutassa azt is, hogy itt a Season 3 eldropból mennyit fogunk kapni, és egy külön csekker arra, hogy az Eigen layer, ugye a natív pontok alapján mennyi Eigen layer tokent fogunk majd kapni, és ezen dolgoznak most, ezt meg is osztották egy posztban. Szóval aki most ide tesz be, és farmolja tovább az Etherpite, annak nincs más dolga, mint ugyanezt, amit eddig csinál, tovább csinálni, és a negyedik season pedig ma 15-én el is indul, úgyhogy lehet gyűjteni majd továbbra a pontokat, ez majd itt valószínűleg frissülni fog, vagy mutatja majd az új negyedik szezonnak a pontjait. Következő hír az, hogy beszéltem ugyanektek, a BN szóról, ami a Binance-nek ugye a Liquid Risk Taking szolánája, de említettem, hogy a Bybit-nek is van egy saját, ez a BB szól. Ez kicsit máshogyan működik, mint a Binance-en lévő. Ott ugye egyébként úgy működik, hogy a BN szólnak az értéke, az elvileg pontosan növekszik, mivel itt tudták megoldani azt, hogy ez egy olyan megoldás, hogy egy tőzsdéről, tehát egy centralizált helyről kiküldhetjük akár decentralizált helyre is, tehát ahogyan visszaküldjük és visszaváltjuk, vagy akárhol váltjuk vissza, akkor több szolánát kapunk, egyenesen arányosan annyival, hogy mennyi ideig ugye megy ez az egész. Kicsit bonyolultnak tűnik, de hát valahogyan meg kellett oldani. A BB-szól pedig a Bybitnek a szolánája, hogy úgy működik, hogy itt az Earn fülnél már van ilyen, hogy Bybit State szól, BB szól, ide rámentek, és ugye itt is mutatja, hogy mennyi az API, az itt igazán 7 de ez egy kicsit máshogyan működik, hiszen itt le van írva, hogy ez hogyan van, ez viszont már a Bybit Cloud Wallet-be van, hogyha van Bybit számlátok és csináltatok egy ilyen Cloud Walletet, amit egyébként le is tudtok tölteni beépülő tárcaként, ez a Bybit Wallet, amit felül látjátok, hogy nekem van Magic Eden Wallet, tőle elkezdve OKX Wallet, Metamask Wallet, Kepler, itt a Temple, itt az Xverse, itt van a tón Wallet, tehát ide egy beépülő wallet, ami a Bybitnek a saját tárcája, tehát tudjátok ezt exportálni is. És innentől kezdve, hogyha csak ilyen Cloud Walletként van és nem exportáltátok, akkor itt ezen a címen, aminek van egy saját címe, a Bybit számátok, akkor tudtok kiküldeni szolánát, például itt 1,1 szolána van nekem, ugye kell transzakciós költségekre is hagyni, úgyhogy nem lehet egyszerre az egészet mivel a tranzakciós költség itt egyébként mutatja is, hogy mennyibe kerül, 0,0095 dollárba, ami ennyi szolána, és itt ezt egyszerűen be tudjuk stékelni, egy szolánát stake, elfogadjuk a feltételeket, és itt egyből átkonvertálja BB szóra nekünk ugye a szonánánkat. Innentől kezdve a tranzakciót is mutatja, ez három percen belül el is készül, és a tranzakciót ugye meg is tudjuk nézni, be is dob minket egyenesen ide a tranzakció history-be, és akkor ezt meg tudjuk nézni. Egyébként, hogyha megnézzük itt az örnél, hogy stake, itt több információt el tudunk róla természetesen olvasni, ezeket mindig érdemes elolvasni, ott mutatta azt is, hogy milyen kamatokat biztosít ez, ugye, ha rámegyünk itt a stake-re, akkor itt lehetett látni, hogy egy szolánára mennyi volt az estimate daily yield, tehát a napi yield, ennyi kamatot lehet számolni, 0, 0, 2 dollárt. De ha már Bybit, akkor megemlíteném, hogy a Keti nek a is érkezik a Bybitre. Egyébként azt hiszem, a Binance fog érkezni a launchpoolba egy kombinált launchpoollal, ahol a Hamster Combat és a ketizen is érkezni fog, de erről majd később fogunk beszélni egy másik videóban, amikor már több információm lesz. Itt viszont a bybiten az új felhasználóknak, akik frissen csatlakoznak most, teszek ide mindenképpen a videó leírásába egy linket, és hogyha megcsinálják ezt a feladatot, ami nem más, mint hogy regisztrálnak 13. és szeptember 30. a között, és két tesz közül lehet választani, ugye nyilván az újaknak a legegyszerűbb az, hogyha 100 USDT-t befizetnek, és trédelnek 100 USDT-ketit, az első, mikor ez el fog indulni a spot trade-be, és innentől kezdve kapnak majd 100 token tokent ajándékba. Apróság ismét, de a friss regisztrálóknak megint valami lehetőség. Akiknek meg már van regisztrációk és van Bybit kártyájuk, vagy most szeretnének igényelni, a Bybit kártyára is van ismét egy apró kis event, amit meg lehet csinálni, nyereményjáték, ilyen eldrobba, 500 USDT, -t, BTC, -t, Ethereum ot és egy ilyen világkörüli utat két főre 300, bocsánat, 3000 dollár értékben lehet nyerni. Akinek van kártyája, annak érdemes ide Apply Now, Register Now és ezt megcsinálni. Akinek van kártyája, annak ugye nyilván ezt már nem kell. Menjünk is tovább a témákkal. Az Azuki ugye kizobja a saját blokkláncát, az Anime Chain-t, és innentől kezdve a Anime Chain, bocsánat, az egy új irányzat lesz, és hogyha ide szeretnétek egy waitlistet szerezni, mint hivatalosan az azuki megosztott, akkor egyszerűen menjetek fel az animecom linket teszek a videó leírásába, és akkor ki tudtok váltani ilyen kis pecséteket, és így fel is kerültök a waitlistre majd, amit szerintem érdemes mindenképpen megcsinálni, hogyha ezen majd részt szeretnétek venni, gondolom itt is lesz testnet, és így tovább. Következő a Logex. Aki a LogX-et használta és ezen aktívkodott, akkor szeptember 24-én, azaz körülbelül egy hét múlva jön a TGI, jön a Logexnek a saját tokenje, úgyhogy erre a dátumra mindenképp figyeljetek, hogyha a Logexen voltatok aktívak. Még egy érdekesség, Farokot nem tudom, hogy ki követi, a Ragrédiónak a kitalálója, a co aki egyébként rengeteg szuper adást szokott csinálni a Ragradion, biztos ismeritek, hosszú haja van, hasonló, mint Bitcoin Jézus Lassika, csak nem magyar verzióban. És a Ragradio-ba meghívott egy vendéget, aki nem más, mint Donald Trump. Szeptember 17-én, ez éjjel lesz, hajnali kettőkor egy beszélgetés, ami engem érdekel, és aki, aki aktív ezen a téren és szokott podcasteket hallgatnak, mindenképpen ajánlom, hogy ha szereti a kriptot, akkor ezt a szerintem dinamikus podcastet mindenképpen hallgassa meg, ahol fog beszélni valószínűleg Donald Trump a saját kripto projektjéről is, ez a World Library-ről, és itt ugye fel is van tüntetve, hogy vigyázzatok a kemektől, a fake tokenektől, az airdropoktól e és ilyenektől, még nem élő, tehát nem működik ez a projekt, itt majd valószínűleg beszélni fog Trump erről is. Aztán, amit említettem a videó elején, egy lehetőség, ez az Anzen, ami egy real world assetre épülő stablecoin, a mainneten, tehát az Ethereumon, a Bazen, Blaston és még más lehetőségeken is, én a Bazen fogom ezt csinálni, az aktivitás véget mindenképpen, és ilyen USDZ lehet, hogy az Anzennek a stablecoin kiváltani, amire egész jó százalékokat lehet kapni, ez persze nem tanácsadás, ez csak információ attól, hogy ezt én csinálom, ez nem biztos, hogy jó lehet, és ennek lesz egyébként egy airdropja e is, amúgy a circle-re épül, úgyhogy a circle áll mögötte, azt aki tudja, ki, mi a circle és mivel foglalkozik, akkor ez egy jó jel lehet, és az Anson pedig így néz ki, a meglévő USD teket itt ki tudjátok választani, milyen hálózat, mint mondtam, Manta, Ethereum, Arbitrum, Base, Blast, ezek közül lehet választani, mondjuk átváltatok a Base-re, mint mondtam, a Base-en fogom csinálni, és akkor itt lévő USDC-teket, most a példa van 10, le tudjátok kötni, tehát tudtok vásárolni ilyen USDC-t, bocsánat, és hogyha ezt megvásároltátok, ugye először fel kell jogosítani a tárcát, most a példakedvéért mondom ezt a 10 USDC-vel fogjuk kipróbálni, és innentől kezdve, hogyha megvan ez a USDZ, akkor a ugye át tudtok menni. És a steakfűnél ugye itt nagyon fontos, hogy ez például a steakelés csak az ether érhető el hogyha föltök az ethereum akkor itt a meglévő USD zíteket már le tudjátok kötni, stéket USD Z-ért, kivenni. Egyébként van egy bridge lehetőség is, ahol ugye hálózatok között lehet bridge és ez a bridge a jumpert használja, ahol látjátok, hogy át lehet hidalni ugye a hálózatok között, itt ki lehet választani ezeket a hálózatokat, és a meglévő USD Z-ket át lehet küldeni, majd a dashboardnél pedig itt lehet látni a lehetőségeket, például a Stake USD Z-re, itt 16,3%-os API van, multiplier, itt látjátok, itt egyébként ha csak tartjátok, valamilyen chainen, tehát valamilyen házaton ezt a USDZ-t, akkor 5%-os multiplier van, ez ugye multichain, bármelyik házaton, és mint mondtam, valószínűleg ennek is lesz eldropja, és itt látszik, hogy mennyi pontotok van, milyen rangotok van, és hogy mennyi USDZ-tek van. USDZ, itt meg tudjátok nézni. Egyébként hiperlokkba le lehet kötni, meg lehet nézni a multipliereket, egyébként lehet adni likviditást. Ez ugye veszélyes, hogyha más coinnal szembe adunk likviditást. Nyilván ennek a saját veszélyeit azt ugye mindenkinek tudnia kell, hiszen itt ugye elcsúszhat az árfolyam, de itt egyébként meg lehet nézni, hogy milyen multiplierekkel lehet feltornázni ezeket, és itt vannak ugye ezek, amikről beszéltem, hogy mekkora extra szorzokat és pontokat lehet szerezni, itt ezt maga mindenki döntse el saját felelősségére. Remélem hasznos volt ez a videó, tudtam benne valami újat is mutatni nektek, hogyha tetszett, akkor egy like mindenképpen dobjatok rá, ha van kérdés a komment szekcióban bátran írjatok, és ha egy picit többre vágytok, akkor pedig csatlakozatok bátran a Zonomó klubhoz, amit mókus, kriptomókus barátommal együtt csinálunk, minden linket megtaláltok a videó leírásába, mi pedig találkozunk egy következő videóban. Sziasztok! A hullám vasút sikít, a BTC esik az altoknak fasírt. Már minden lompozi besír, csak a DCA, bro, ami hasít. Közes is tele a terem, a bányagépeken, meg az Ether-terem, a gyereket ebből letettem, a fiat-valutát kriptoáig Meg volt a snapshot, jön az airdrop, e milyen... <gül> <gül>